Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk autós kárrendezés számla ellenében. A második részt látják. Meghívott vendégünkkel a kárrendezés tapasztalatairól és folyamatáról beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióba Wendler András közlekedés gépészmérnököt. Köszönöm, hogy elfogadtad a műsor meghívását, kedves András. Én köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm én is a téma iránt érdeklődő kedves nézőket. Kedves nézőink, a kárrendezési témánk február 16-i adásában addig jutottunk el emlékezetem szerint, hogy ha a felek nem tudnak megállapodni a felelősség kérdésében, például ugye a papíralapú bejelentő kitöltése során, akkor rendőrt kell hívni. És van még egy olyan helyzet, amikor kötelezően kell rendőrt hívni. Melyik az? Hát amikor személyi sérülés történt, akkor nincs mérlegelésnek helye, mindenképpen rendőrt kell hívni, és ő fogja fölvenni a jegyzőkönyvet. Tehát kedves nézőink, akkor ez egy fontos információ, hogy ha nem tudtak a felek megállapodni a felelősség kérdésében, illetőleg amennyiben személyi sérülés történt, akkor rendőri intézkedésre van szükség. Hát pontosítani szeretnék egy kicsit azért, igen, hogyha tényleg komoly a sérülés, akkor természetesen először a mentőt kell hívni, és csak utána a rendőrséget, de rendőrt azt mindenképpen kell, akkor is, hogyha az ujját becsipte az utasom, akkor is rendőrt kell hívni. Igen, hát nagyon, nagyon precíz így akkor valóban a mentőhívással kezdődne. Hát én is hozzátennék még egyet, hogy akinek a felelősségét a rendőr megállapítja, igen nagy valószínűséggel az bírságban fog részesülni. Így szerintem, igaz. De mi erről a helyzet? Igaz. Jó. Hát akkor lépjünk egyel tovább. Van-e arra lehetőség, hogy a kárbejelentés az elektronikusan történjen meg? Ugye a elmúlt adásban a kárbejelentésnek a papíralapú dokumentumon történő végrehajtásával foglalkoztunk. Tehát most az elektronikusra térjünk át akkor. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre? Igen, ez a megoldás nem túl régi, erre van egy applikáció, amit a telefonra le lehet tölteni, okostelefonról lévén szó természetesen, és ez több előnnyel is rendelkezik ez a megoldás, ugyanis a GPS alapján rögtön rögzíti a helyszínt, hogy hol történt a káresemény, az időpontot, a helyszínt, és a kár szenvedő, illetve a kár okozó adatait is ebben lehet rögzíteni. Az az a nagyon nagy előny ennek az applikációnak még emellett, hogy nem lehet benne hibázni. Nem úgy, mint a papíralapú jegyzőkönyvön. Ott esetleg kitöltetlenül marad egy-két rovat, vagy nincs meg a károkozónak a felelősség elismerése, akkor ez nagyon tudja hátráltatni a rendszer, mert a biztosító addig nem foglalkozik a dologgal, amíg nincsen felelőse a káreseménynek. És azt elfelejtik kitölteni, úgy tekinti, hogy nincs károkozó. Az applikáció viszont nem lép tovább egész addig, amíg minden egyes rovatot ki nem töltenek, és csak akkor hajlandó tovább lépni, tehát gyakorlatilag a hibázás kizárt. Egyébként a papíralapú dokumentumnak ugye baleseti bejelentő a hivatalos elnevezése, és ez gyakori probléma szokott lenni információim szerint, hogy hibásan történik meg ennek a nyomtatványnak a kitöltése. Hát ezzel nem is lehet csodálkozni, mert ugye itt egy zaklatott állapot van a felek részéről, tehát könnyen elképzelhető az, hogy kihagynak valamilyen rovatot, vagy még olyan is, hogy olvashatatlanná válik. Tehát vagy nem írják alá például, ez is egy gyakori, igen, hiba. Egyszerűen nem írják alá, akkor is érvénytelen. És egyik nézőnk az jelezte egyébként, ugye mi hivatkoztunk arra, hogy ez a baleseti bejelentő, ez tartalmazza a felelősségvállaló nyilatkozatot. És ugye mi itt arról beszéltünk, hogy a megjegyzés rovatba lehet beírni. Az ügyfél azt mondta, hogy ez külön nem önálló rovat, valóban így van. És az aláíró is az, hogy a résztvevők, tehát a többes számot használja. Tehát mind a két félnek, a károkozónak is, meg a károsultnak is, a 15-ös számú rovatot kell használni az aláírásra. Mind a két aláírásot szerepeljen. Így van, ott csak annyit jeleznek, hogy A, illetve B félről van szó. Igen, teljesen hát az meg melyik. A kék sárgából kiderül. No, lépjünk akkor tovább. Hát autóval általában Európai Uniós országba utazunk.
Európai Unión kívüli államban ritkán szokott előfordulni, hogy autós kalandba bocsátkozunk. Hát mi a teendő akkor, ha a káresemény EU-s rendszámú járművek között történik? Járművekkel. Akár külföldön, akár Magyarországon. De az egyik fél az EU-s tagállamban regisztrált. Igen, nincs különösebb probléma, hiszen a európai szabványnak megfelelő ez a úgynevezett kék-sárga nyomtatvány. Bármilyen nyelven is íródik, bármilyen országban adták ki, a rovatok azok megegyeznek teljes egészében a magyaréval. Úgyhogy akár a magyar nyelvű minta alapján ki lehet tölteni egy más nyelvű kék-sárgát is, és ugyanez fordítva is igaz. A külföldi is ki tudja tölteni a magyar nyelvűt, anélkül, hogy egy szót tudna is magyarul. Hát nagyon fontos dolog lenne még az, hogy a bejelentő lapon szereplő adatokat a felek egyeztessék, illetve hát kontrollálják. Na most azt szokták erre mondani, meg nézők is hivatkoznak rá, hogy hát úgy mondják, hogy ciki, ugye igazoltatni a partnert, mert lehet, hogy teljesen jó szándékkal töltöttek ki, és minden stimmel, de az is lehet, hogy elírt valamit. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az a legjobb megoldás, vagy én azt találom a legjobbnak, hogy felajánlom, hogy az okmányai alapján az általam beírt adatokat akkor ellenőrizheti. És akkor ez már arra készteti a kölcsönös lehet. Felet, hogy akkor ő is megteszi, és akkor nincs ebből probléma, hogy miért, hogy képzeli, hogy akkor majd nem jót írok be, vagy ilyen kérdések hangzanak el. Tehát akkor ez egy fontos dolog. Ha tovább lépünk, akkor ugye az ott lehet folytatni ezt a témát, hogy magának a kárrendezésnek mi a további folyamata. Tehát kitöltötték a felek ezt a baleseti bejelentőlapot, vagy kárbejelentő nyomtatványt, akár elektronikusan, akár papíralapon, akkor mi történik ezt követően? Mi a dolga a feleknek, és mi a folyamat következő állomása? Igen. Hát a kár okozónak 5 nap áll arra rendelkezésére, hogy a saját biztosítójánál bejelentse a kárt. Ez abból áll, hogy vagy elektronikusan beküldi ezt a bizonyos nála levő kék-sárga egyik példányát a biztosítónak, vagy személyesen befárad és bemutatja. Más egyéb teendője különösebben nincsen, majd a biztosítótól, miután megtörténik a kárrendezés, kap egy értesítést, hogy ennyi összeget kifizettek az ő általa okozott kárért a másik félnek. Na most ez a saját biztosító, ez egyébként egy érdekes dolog szokott lenni, mert egyfelől vagy a kötelező felelősségbiztosításra történik ugye a kárrendezés, másfelől a kaszkó. Igen. Na most itt akkor ki kinek mit jelent be? Igen. Tehát ez, amit az előbb elmondtam, ez tehát arra az esetre vonatkozik, amikor felelősségbiztosítás alapján én kárt okoztam a másik félnek, ekkor én nekem a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítómhoz kell elmennem, és ott kell bejelentenem, hogy én kárt okoztam. Amennyiben létezik kaszkó biztosításom is, akkor ahhoz a biztosítóhoz kell elmennem, ahol a kaszkót kötöttem, ami nem feltétlen kell, hogy azonos legyen a kötelező biztosítás biztosítójával. Tehát egy másik biztosítóval is lehet kaszkó biztosítás lehet, kötni, minden további nélkül. Ebben az esetben természetesen akkor el kell mennem ahhoz a biztosítóhoz is, és ott intéznem kell az én saját károm megtérítését a kaszkómra. De a kötelező biztosításra a másik fél kárát fogják kifizetni. Ez a lényeg a dolognak. Na most amennyiben ez a papír formátum esetében van, amennyiben applikációt töltöttek ki, akkor nincs különösebb tennivaló a károkozónak, hiszen megkapta az applikációt az ő saját biztosítója, tehát onnantól kezdve csak várja majd az értesítést, hogy a biztosító X összeget fizetett ki a kárt szenvedő félnek. A kárt szenvedő, aki vétlen volt a biztosításban, neki 30 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy bejelentse az ő káreseményét a kár okozó, tehát a másik biztosítónál, annak a biztosítójánál, aki okozta neki a kárt.
annál kell bejelentkeznie. Hát ott feltehetően a kötelező biztosítás terhére történik a kárrendezés, ugye így igaz, erről van szó. Így igaz. Na most ezt is intézheti a károsult saját maga is, de én azt javaslom mindenképpen, mert ez egy elég komplikált, elég bonyolult feladat, hogy menjen el ahhoz az autójavítóhoz, ahol majd javítatja a gépkocsiját, hiszen nem kell ahhoz túl nagy sérülése legyen egy autónak, hogy, és belátjuk azt hiszem, hogy a mai autókat már nem nagyon lehet otthon házilagosan javítgatni. Tehát mindenképpen autójavítóhoz kell majd mele menni, és akkor már célszerű egy olyan autójavítót megkeresni, ahol a kár ügyintézést is vállalják. És onnantól kezdve ez a procedúra, mondom, nagyon komplikált, nagyon bonyolult, az már az autójavítónak a dolga. Hát egyébként ugye ezt a kárrendezési folyamatot tanulmányozva, én is arra a következtetésre jutottam, hogy bonyolult folyamat ez a kárrendezés. Na most nem igazán lehet egy munkaviszonyban vagy foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek ezt saját maga, hogy intézze. Hát ugye csak más nem mondjak, a kárszemle, hogy a leglehetetlenebb időpontban kellene az autóval vagy megjelenni valahol, vagy várni ugye a kárszakértőt. Tehát érdemes, tehát amellett szól a gyakorlata ennek a folyamatnak szerintem is, hogy a károsult keressen egy olyan autójavítót, egy olyan szervizt, ahol kárügyintézés is történik. Mert ugye nem mindegyiknél történik kárügyintézés. Tehát erre rá kell kérdezni, ugye jól mondom? Így van. Hogy történik-e kárügyintézés, vállalnak-e ilyen? Igen. Ez egyébként költségtérítéses, vagy hogy van ez? Nem, azt általában nem kérnek, azért nem számolnak fel külön pénzt a javítók. Na most, ha saját ügyembe ugye nem magam járok el, hanem valaki más, akkor azért ehhez tartozik egy meghatalmazás. Mit tartalmazzon az a meghatalmazás? Nyilvánvaló, hogy kell egy ilyen ugye a kárügyintézéshez. Mit érjünk bele? Hát ugye először is a megbízás az arra vonatkozik, hogy ő elvégezze a kárbejelentése kapcsolatos összes adminisztrációs teendőket, végeztesse el a kár szemlét a biztosító által megbízott kárszakértővel, utána készítse el a javítási kalkulációt, azt küldje meg a biztosítónak vagy a kárszakértőnek, és amennyiben ez rendben van, akkor végezze el az autónak a javítását. Most ezt követően van egy nagyon fontos dolog még, ugye amikor elkészült az autó, és elkészült hozzá a javítási számla is, akkor a számlát azt valakinek a javító felé ki kell, hogy fizesse. Alaphelyzetben, alapesetben ez a megrendelő, azaz a gépkocsi tulajdonosának a feladata, de azért, hogy ne kelljen az ügyfélnek fizetni azért, amiért nem is ő volt a hibás, még csak megelőlegeznie se kelljen ezt az összeget, ezért meg lehet bízni a javítót, amit engedményezésnek hívnak egyébként, ennek a formulának a neve az, hogy engedményezés, hogy a gépkocsi tulajdonos számára járó javítási díjat azt a gépkocsi tulajdonos ráengedményezi a javítóra. Ebben az esetben a gépkocsi javítás megrendelőjének nem kell fizetni egy fillért sem a javító fele, elviheti az autóját fizetés nélkül, és majd a számlát, amit természetesen leigazol, aláírásával leigazol a gépkocsi tulajdonos, hogy átvette, azt a javító küldi meg a biztosítónak, és a biztosító nem az ügyfélnek, nem a gépkocsi tulajdonosnak, nem a károsult gépkocsi tulajdonosnak fog fizetni, hanem közvetlenül a javítónak. Hát egy érdekes dolog lehet az, hogy amikor a tulajdonos és az üzemben tartó nem egyezik meg. Ugye megegyezik a legtöbb esetben, mert a tulajdonos maga az üzemben tartó is, de létezik ugye leasingelt jármű. Mi az eltérés ebben az esetben, hogyha leasingelt járművel történik a kárrendezés? Igen, hát ahogy említettem, hogy eléggé bonyolult procedúra az egész ügyintézés. A biztosítónak a kárbejelentő lap mellé el kell küldeni még a jogosítvány másolatát, a forgalmi másolatát, és a gépkocsi törzskönyvének a másolatát. A törzskönyv az nála van a leasingelt? Na, ezt akarom mondani, ez nagyon-nagyon fontos a törzskönyv, itt egy kicsit visszatérek, és elkanyarodok látszólag a témától, ugyanis nagyon sokan, az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ügyfél azt se tudja, hogy van-e
törzskönyve, mert az ugye a mindennapi élet során nem kell. Ő megvette ezelőtt 6 évvel az autóját, azt se tudja, hogy van-e törzskönyve, ha van, akkor jó esetben valahol a láda fiába előtalálja, de lehet, hogy nem. De az is lehet, olyannal is találkoztunk már, hogy nem vette át a törzskönyvét. Mert miután mondjuk leasingbe vásárolta az autóját, leállt, kifizette a részleteket, és a bank megküldte postán a ajánlott levélbe a törzskönyvet. De nem volt otthon, bedobtak egy postás, szokás szerint bedobott egy cédulát, hogy átvehető ekkor eddig és eddig a postán ez a küldemény, ajánlott küldemény, de azt nem veszik át, elfelejkeznek róla, és visszaküldik a feladónak jó esetben. Még elkésnek, később mennek. Később mennek, igen, például az is előfordul. Tehát a lényeg az, hogy nincsen törzskönyv. Ez egy nagyon nagy probléma tud lenni, hiszen a biztosan mondom, egy fillért addig nem fizet, még törzskönyvet nem lát. És akkor ebben az esetben a leasingelt autónak a törzskönyvét az valakitől megkapja az érintett? Az üzemben tartó? Nem kapja meg, nem? Addig, amíg ki nincs fizetve az összeg, ezért kell a leasingbe adótól külön egy meghatalmazást kérni arra, hogy az ő kvázi tulajdonában lévő autót megjavíthassa a javító. Meg kell neki is küldeni a kárfelvételi jegyzőkönyvet, meg kell küldeni a hozzátartozó kalkulációt, és ennek alapján a leasingbeadó megadja az engedélyt a javításhoz. Ezt megküldi megint csak a javítónak, a javító ezt meg kell, hogy küldje a biztosítónak, és ebben az esetben mehet a verkli tovább. Tehát jó, tehát akkor tisztelt nézőink, a leasingelt gépkocsiknál akkor azért eltéréssel lehet ezt a kárrendezést lebonyolítani, hogy az előbb elhangzottak. Megfelelően. Még egy dolog, igen? Kiegészítésként, bocsánat, hogyha a leasingbe vevőnek tartozása van a nem fizette a részleteket, felé, nem fizette ki több részletet, vagy akár egy részletet is, akkor nem fogja megadni a meghatalmazását a leasingbeadó, és ebben az esetben a javítási összeg az a leasingbeadó bank ...nak fogja a biztosító kifizetni, nem pedig a javítónak, vagy nem a gépkocsi üzemben tartójának. Jó, hát akkor menjünk tovább, hogyha a műszaki állapotnak a helyreállítása során a szerelő talál egy olyan hibát, tehát nem más kár, amire gondolok, hanem a káreseménnyel összefüggő hibát, ami esetleg nincsen benne a jegyzőkönyvben. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk javításra vett fel a kárszakértő valamilyen munkát, és kiderül, hogy azt nem lehet javítani, hanem cserélni kell. Mi ilyen esetben az eljárás, és a megrendelőnek van-e ezzel dolga? Igen, szóval itt is azt tudom csak mondani, hogy nagyon fontos, hogy javítóval készítessük a kárfelvételt, mert ő a kárszakértővel rögtön tud egyezkedni, tudja, rögtön látja, hogy adott esetben az a vészhárító, amelyik műanyagból készült, ütközés során behorpadt, alig látszik rajta valami, mert rugalmas a műanyag, az ütközés után benyomódott ugyan, de utána vissza is rugózik, viszont nem látszik, hogy mi van alatta. Viszont nagy valószínűséggel a javító már gyakorlatból tudja, hogy alatta megsérült a vészhárító merevítő, az energia elnyelő adott esetben, és a kárszakértővel mindjárt így tud tárgyalni. Ha kell, le is szereli ott mindjárt a műhelyben a vészhárítót, és megnézzük, hogy mi van alatta. És rögtön fel tudjuk venni, tehát sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy a későbbiek során a javításkor meg kell állni a munkával, mert kiderül, hogy hoppá, ezt az alkatrészt is cserélni kell, mert ez nem szerepel a kárfelvételi jegyzőkönyvön. Ez sajnos időcsúszást jelent, de mondom, ez ebben az esetben ritkán szokott előfordulni, hogyha a javító végzi a kár szemléztetést, akkor ez ritkán szokott előfordulni. Hát ugye rejtett hibát elvileg nem lehet kizárni, mert valami nem látszik. Így van. A szerelő az megtalálhatja, amikor megbontotta ugye a szükséges részét a gépjárműnek. Hát a következő téma, amit érdemes lenne megemlítenünk, hogy hogyan történik a számlás kárrendezés. Ugye két dologról beszélünk, mind a kettőt röviden áttekintenénk itt a műsoridő keretein belül. A számlás kárrendezésnek mi a lényege? Mert ugye így gyakran kifogásolják azt, hogy nincsenek megelégedve a kárrendezéssel a megrendelők.
Tehát milyennek a folyamata, vagy a titka egyáltalán? Igen, ez sajnos megint csak abban az esetben szokott előfordulni, hogyha az ügyfél, mármint a károsult, saját maga intézi a kárszemlét, és először nem megy el a biztosítóhoz, hanem megvárja, amíg a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján elkészíti a kárszakértő a gépkocsinak a kalkulációját. Most az egész komplett kalkulációt ezt nem küldi meg a tulajdonosnak, hanem csak a végösszegéről van szó, amit a biztosító felé küld meg tulajdonképpen, és a biztosító küldi ki az ügyfélnek, hogy ez a kár neki 530 ezer forintot ér, ennyit fizet ki az ügyfélnek. Ez az úgynevezett egyességes kár megállapodás, amikor anélkül, hogy megjavították az autót, anélkül a biztosító felajánl egy összeget, amit egy összegben átutal a károsultnak. Most a károsult, ha ezt elfogadja, akkor alá kell neki írni egy olyan nyilatkozatot, hogy további más követelése ezzel szemben nincsen. Innentől kezdve sajnos veszett fejsze az egész, mert utána már természetesen, amikor megkapta a pénzt, akkor elmegy majd egy javítóhoz, mert meg akarja javítatni az autóját, hiszen nem tudja ő saját maga megcsinálni, meg lefényezni, meg stb. Ugye, és akkor szembesül a dologgal, hogy ez a bizonyos 530 ezer forintos összegből körülbelül ez az összeg a fele annak az összegnek, amennyibe a kocsi tényleges javítása kerül. Ezzel a egyességi kárrendezéssel még az is a probléma, hogy ez egy olyan érzetet kelt a megrendelőben, tehát a károsultról van szó, ugye, megrendelő, hogy ő egy nagy összegről szerez tudomást, ami szerinte egy nagy összeg, mondjuk egy 600 ezer forint, egy 800 ezer forintos egyességi kár megállapításról szól az ajánlat, és azt gondolja első nekifutásba, hogy ebből a pénzből ezt rendbe lehet hozni, talán még marad is belőle. És ott éri a meglepetés, amikor ezt egy szervizbe meg akarja csináltatni ezt a kárhelyreállítást, akkor ez nem ennyi, hanem nem is elegendő ez a pénzösszeg. Tehát arra szoktak hivatkozni az ügyfelek, tanácsadást kérők, hogy mintegy 35-40% körüli összeg hiányzik abból, amit a biztosító felajánl, hogy egyességi kár megállapítás címén. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Igaz ez így? Így igaz, sőt, mi tapasztalatunk szerint inkább az 50% felé tendál ez az arány. Akkor ez ki is derül itt a táblázatból, amit láttak a nézők? Egyértelműen kiderül. Ugye, hát ez abból adódik, hogy a biztosító az alkatrész cserék esetében a gyári alkatrész áraknak csak a 60-70%-ával számol eleve, a munkadíjjal, mint óradíjjal nagyon keveset, körülbelül az 50%-ot számol, 50%-kal számol csak. Ugye olyan 8000 forintos óradíjjal számolt még tavaly évvége fele, holott a valóságban ennek a duplája minimum az óradíj. Egyébként egy pillanatra visszatérnék a számlás kárhelyreállításra is, hogy ott is felmerülhet az, ugye az a kérdés, hogy a biztosító szakértője, vagy a szakértőirodának a képviselője miként szerez tudomást? Például az óradíjról, hogy mennyi az óradíj az adott a szerviznek. Igen. Tehát igen. Hogy van ez a gyakorlatban? Igen. Hát ugye az akkor a másik eset, mert ebben az esetben nem a kárszakértő végzi a árkalkulációt, hanem a javító. És a javító már mindjárt azzal az óradíjjal számol, ezzel a kalkulációs programba, tulajdonképpen amelyik mindentudó, ott a autónak az alvás számát kell beírni, és annak alapján a program tudja, hogy milyen autóról van szó, egész a felszereltségig, az autó színéig mindent tud róla, ismeri a hozzátartozó alkatrészek cikkszámát és az aktuális árát. Tehát ugye itt nagyon fontos akkor az, hogy a számlás kárrendezésnél a szerviznek a tényleges óradíj adatait tartalmazza ugye ez az árajánlat. Amennyiben az egyességi kárrendezés van, akkor pedig egy becsült, egy kalkulált összeggel, ami kevesebb. Igen. Azzal számol ugye a kárszakértő. Itt adódik egy különbség, meg az áfával.
ugye? Így van. Na most ezt a mindennek a tetejében, ugye eddig akkor elmondtuk, hogy a alkatrész árak olcsóbbak, a munkadíj olcsóbb, a fényezés olcsóbb, mindegyiket olcsóbb-olcsóbb árral kalkulál, és az egésznek az áfája meg nincs benne, hiszen nincs róla számla. Tehát az a bizonyos példában említett 530 ezer forint, az nettó, úgynevezett nettó összeg. Ha el akarok menni a javítóhoz, megjavítatni az autómat, és ha még nem is számolom a csökkentett árakból adódó különbséget, hanem csak az 530 ezeret felszorzom az áfával, akkor már nem jövök ki az 530 ezerből, ugye? Mert a javító az számlás, még mindig marad fenn egy bizonyos összeg. Jó, még egy kérdés maradt, amiről nem beszéltünk. Csereautó igénylésének mi a feltétele? Igen. És mi az eljárásnak a módja? Igen, csereautóra valóban jogosult a károsult abban az esetben, hogyha ő igazolni tudja, hogy neki az autóra óhatatlanul szüksége van, tehát vagy munkaeszköze, vagy rendszeresen beteget szállít naponta ide-oda. Tehát ezt valamilyen úton mondom, mindenképpen írásos igazolás kell, és innentől kezdve a biztosító számla ellenében ki fogja neki fizetni a bérautónak is, a csereautónak is az árát. Na most a csereautót vagy maga a javító, ahol javítják az autóját, fog tudni neki biztosítani, ha nem, akkor biztos segíteni tud abban, hogy hova, melyik céghez forduljon, autókölcsönzőhöz forduljon, aki tud neki hasonló kategóriai autót bérbe adnia, mint az ő sajátja. Köszönöm szépen a választ, kedves nézőink, ennyi fért be a műsoridőnkbe, és remélem, hogy tudtunk segíteni. Én megköszönöm Vendel András közlekedés gépészmérnöknek, hogy itt volt, és... Én köszönöm a meghívást. És köszönöm a kedves nézőknek a megtisztelő figyelmet. Műsorunkat visszanézhetik a Fix Televízió hivatalos honlapján, www.fixhd.tv és a YouTube oldalon is. Nézzenek bennünket, csütörtökön 21 óra 5-kor jelentkezünk, viszontlátásra!